Móra Ferenc 1001 élete című kiállítással emlékezik a Szegedi Somogyi Könyvtár egykori igazgatójára. A tárlat címét Juhász Gyulától kölcsönözték a rendezők. 1927-ben a Literatúra című folyiratban egy hosszabb összefoglalást írt Móra Ferenc évfordulója kapcsán, és ennek a címe, ennek a műnek a címe is ez. Innen kölcsönöztük a kiállítás címét, amiben arra igyekszünk utalni, hogy Móra Ferenc rendkívül sokoldalú, egy nagyon színes személyiség volt. Bizonyára nagyon sokan az első, a nevének első halatára gyerekíróként, ifjúságíróként emlékeznek rá, akár gyerekkori olvasmányélményeikből, vagy az iskolás évekből, de ennél ő sokkal több volt, és nekünk szegedieknek a közéleti szerepe is nagyon jelentős. Nem beszélve arról, hogy az írói munkássága mellett nagyon jelentős a publicisztikája, tehát újságíróként, a Szegedi Napló újságírójaként, később főszerkesztőjeként is nagyon jelentős az ő munkássága. A sokoldalú író-újságíró nem csak a Szegedi Naplónál követte Tömörkény Istvánt, hanem az ő nyomdokaiba lépve került 1904. novemberében segédkönyvtárosnak a Somogyi Könyvtár és Városi Múzeumba. Majd Tömörkény 1917-ben bekövetkezett halála után az intézmény élére. Kinevezésével új korszak kezdődött. Megújított számos múzeumi és könyvtári tevékenységet. Nem mehetünk el könyvtárban lévén a könyvtárosi pályája mellett, hiszen a kiállításban ez is egy központi szerepet kapott, hiszen ő nem csak, hogy könyvtárosként működött a Kultúrpalotában, később ugye igazgatója is lett, de mindvégig könyvtárosnak is vallotta magát, aki megújította a könyvtár életét, tudatos könyvtárpolitikát alakított ki, amiben az is beletartozott, hogy ő az újságírói tevékenységét felhasználta arra, hogy népszerűsítse a könyvtár, a múzeum, a kultúra ügyét. Egykori igazgatónkra is emlékezünk ezzel a kiállítással. Mindenképpen szeretnénk azt kiemelni, hogy ő ezekben a hivatali munkájában is nagyon tudatos volt. Egyrészt a gyűjtőmunka, az a sokrétű érdeklődés, ami őt jellemezte, hiszen akár egy modernkori polihisztornak is értelmezhetjük az ő pályáját. A régészet mellett ugyanúgy belefért az is, hogy ő akár katalogizálta éppen mondjuk a saját műveit, ezeknek egy-egy a tárlóban egy-egy lenyomatát is látjuk kataloguslapok formájában, hiszen különösen fontosnak tartotta, hogy minél több anyagot széles körűen összegyűjtsön a Somogyi Könyvtár gyűjteménye számára, és nem csak könyvekben, folyóiratokban gondolkodott, hanem például az apró nyomtatványoknak a gyűjtését, meghívók, és olyan korlenyomatok, kordokumentumoknak a gyűjtését, amit most talán nem is tudnánk máshonnan pótolni, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a történetírás, Szeged történetnek az összeállítása ezekből a kis apró kordokumentum mozaikokból össze tudjon állni. Móra Ferenc ugyan közismert alakja a magyar művelődés történetnek, mégsem állíthatjuk azt, hogy mindent, amit csak lehet, már tudunk vele kapcsolatban. Még bőven van nagyon sok olyan kutatásra váró, vagy felfedezésre váró elem, amivel vagy csak érintőlegesen foglalkozott az irodalomtörténet, vagy a helytörténet, vagy olyan összefüggéseket lehetne még megtalálni benne, összekapcsolni, ami eddig még nem történt meg. Biztos, hogy nagyon fontos az ő egyesületi munkája, közéletben végzett munkája, én ezt nagyon fontosnak tartom, mind a mellett az írói, az újságírói, a múzeumigazgatója, a régészeti tudományos tevékenység mellett is, hogy ezek az elemek, ami az ő mindennapjait kitette, ez egy nagyon komplex személyiségnek a lenyomatai. Tehát, hogy ő nem csak nem vált egysíkúvá, nem csak egy tudományra specializálódott, hanem ő a napjait teljes egészében
hatalmas teherbírással vitte, és mindenbe igyekezett bele kapcsolódni. A népszerűségét, az ismertségét pedig felhasználta arra, hogy ezek egyes ügyek mellé odaállt, és hogy ezeket képviselje. Nagy, több egyesületben, művészetpártól egyesületekben vett részt, de hát nem volt egyetlen olyan esemény se, amire nyilván, mint a Kultúrpalota vezetőjét, igazgatóját ne hívták volna meg, tehát ő szervesen részt vett ezekben a közéleti momentumokban, és ehhez az is kellett, hogy ő szinte az alvása alig tartogatott erőt, tehát hogy ő neki ez a nagy munkabírása, ez a fölfokozott tempójú élet, ez a szertágazó érdeklődésnek is betudható, mindamellett nyilván az egészsége az kárát vallotta ennek.1927-ben ünnepelték 25 éves írói jubileumát. Munkásságának kezdetét 1902-től a Szegedi Naplóhoz kerülésétől számították. Még az év december 28-án szülővárosa Kiskunfélegyháza díszpolgárává választotta. 30 éves írói jubileumára Budapesten, a Zeneakadémián nagyszabású ünnepséget rendeztek és emlékkönyvet jelentettek meg. Régészeti tevékenységének elismeréseképpen a Szegedi Egyetem 1932-ben díszdoktorává avatta. Ebből az alkalomból adta át az aranykoporsó első példányát az egyetemnek. 1931-től azonban egyre többet betegeskedett. Munkabírása, lendülete megtört. 1933-ban Karlsbadba vonult gyógykezelésre, ahol később meg is műtötték, de a gyógyíthatatlan betegség végül legyőzte. 1934. február 8-án 55 éves korában hunyt el. A szegedi belvárosi temetőben, díszsírhelyben helyezték örök nyugalomra.